Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszöntöm kedves nézőinket. Közben az jutott eszembe, hogy már nem is új a műsor. Nem bizony. Jó napot kívánok. Üdvözöljük a nézőket. Ma szerintem nagyon különleges vendégeink vannak. Egy csomó mindent akarok előtte mondani, hogy miért, de akkor el fogom felejteni a nevüket mondani. Úgyhogy Bátor Jorsaját köszöntjük, szinkronrendezőt, Hannus Zoltán színművészt és Dévai Balázs színművészt. Sziasztok! Hello. A mai téma pedig a Casa de Papel, azaz a nagy pénzrablás, egy Netflix-es spanyol sorozat, ami is. Nekem színűleg... Az is a téma. Az is a téma, igen. Az a vezér vonal. Nekem nagy kedvencem, személyes kedvencem ez a sorozat. Sziasztok! Hello. Milyen volt ezt megcsinálni? Főleg Orsi, hát te a spanyol nyelvvel elég jó barátságban vagy. Igen. Gyorsan egy kérdés, hogy ugye ez egy sorozat, és lehet, hogy nézik olyanok, akik még nem, hogy mennyire lehet spoilerezni. Azt nem szabad, vagy így... Hát finoman. Szerintem én megkérdeztem tőled, hogy mennyire én, tudod. Én, ha néző lennék, megengedném. Jó, de csak jó, csak azért kérdezem, mert hogy ez tényleg... Az szíves, hogyha most lelőjük valakinek itt a poénokat, aki még nem nézte végig. Hát, majd figyelünk vagy. Jó. Szóval én ezt még az első ilyen karantén alatt láttam, és akkor nem fogok spoilerezni, úgy hagytam abba, hogy gyakorlatilag szerintem 4 nap alatt néztem végig, és ahol akkor véget ért, azt ha jól emlékszem, a második vagy harmadik évad végéig volt fönn. Talán három. Én is így néztem végig. Valami ilyesmi, és zokogtam, és fölhívtam azt, aki ajánlott, és mondta, hogy nem mondtad, hogy az lesz, hogy ez lesz. Teljesen ki voltam morulva. És, akkor már tudtad, hogy ez majd a filmben nem, semmit se tudtál, semmi. Csak megnézted. Semmit. Az, amikor jött a... Mikor volt az? 2 éve? Mikor kezdtük? Igen. Igen, valamikor akkor nyáron, és... 2 éve nyáron. Igen, és akkor derült ki, hogy én csinálom, és attól rettenetesen boldog voltam. A nevem Tokió. De a történet elején máshogy hívtak. Megállj! Nem volt olyan, hogy kinyírnak! Megállni! Mit szólnál úgy 2.400.000.000 euróhoz? Anya, azon gondolkodom, hogy elutazom. Soha senki nem szakított ekkorát. Se New Yorkban, se Londonban, se Monte Carlóban. Úgyhogy ha a fotóm újra a hírekbe kerül, a történelem legnagyobb rablása legyen az oka. Az ország összes családja azt kérdezgeti majd, vajon mit csinálunk? Mit rabolunk ki? A spanyol királyi pénzverdét. A lényeg, hogy a rendőrségnek fogalma sem lesz róla, mire készülünk. De legyetek óvatosak, mert amint egy csepp vér is folyik, akkor már nem Robin Hoodok leszünk, hanem egyszerűen egy csapat rohadék. Itt az idő! Engedelmeskedjetek, és bízzatok. Mindenki a helyére! De ez a nyugalom csak a vihar előtti csend volt. És a dolgok ezután úgy elbaszottak, hogy kis híján elveszítettük a meccset. Tolvaj. Vagy gyilkos. Kicsit így paráztam is, mert én nem nézek úgy semmit, hogy kire osztanám. Tehát, hogy én nem gondolkodom szinkronban, miközben nézek valamit. És ezt azért is szerettem ezt a sorozatot, mert ennek így teljesen át tudtam adni magam. Tehát, hogy tudjátok, amikor az van, hogy de miért lett vége, még benne akarok maradni. Nem akarom a valóságot, én ebben a sorozatban akarok élni. Tehát, hogy így ez... Úgyhogy ennyire szeretted magát az eredeti művet, utána megkapod, hogy meg kell rendezned. És hogy osztottad ki? Volt, akire kértek hangmintát. Ilyen fura, nem lehetett kideríteni, hogy, mert a professzorra kértek hangmintát, a Denverre kértek, Nairobira is kértek, Tokióra is kértek, a Rakerre, tehát a Lisboára nem kértek. És szóltak, hogy majd fognak kérni a Manilára, aki még ugye az első évadokban, az első kettőben vagy három, az első kettőben biztos, hogy nem volt benne. Ott elhangzott egy ilyen érdekes dolog, hogy akivel kommunikáltunk Skype-on a Netflix részéről, nem emlékszem a nevére, nem is ismerem őt nyilván, hogy bizonyos országokban jelezték, hogy hát mi lenne, hogyha
férfi hangja lenne. És így mondtam, hogy de hát akkor már láttam, és így mondtam, hogy de hát ez egy spanyol színésznő játsza, aki nőnek született, és ő egy színésznő, és nyilván, hogyha az eredetiben akartak volna helyette mást választani, akkor választottak volna egy fiút, vagy egy nem bináriszt, vagy egy bárki. Tehát, valami hogy oka volt. Ne másítsuk már meg, ha ők egy színésznőt választottak, annak megvan az oka. Aztán őre később kellett hangmintát küldeni, és azt hiszem, hogy a... Várjunk? Most gondolkodom, hogy a Rióra volt a hangminta. Őszintén szóval, lehet, hogy a Rióra is volt hangminta. És azt hiszem, nagyjából ennyi volt. És elfogadták első? Igen, biztosra mentél? Hogy érted? A hangmintáknál. Azért a rendezők tudják, hogy ne, vagy nem. Tudnak biztosra menni. Nem emlékszem, hogy a balon kívül még kik voltak. Talán a Fekete Tibi Ernő. Nem mentem biztosra. Nem? Viszont az iszonyú nagy meglepetés volt, hogy a Balú bejött, és ez most tényleg nem fényezés, de hogy elsőre iszonyatosan levett mindent és eltalálta. Ez nem tudom, mitől volt, ezt te tudod. De hogy az igazából meglepő volt, mert én ezzel nem gondolkoztam előtte, hogy ez mennyire áll hozzá közel vagy sem. Ráadásul te akkor még nem láttad a sorozatot, ugye? Nem láttad, nem ismerted. Tehát érted, volt egy jelenet, ahol mit tudom én, elhangzik 10 mondat a professzortól, vagy még annyi se. Tehát, és nem is látta a sorozatot, és valahogy így rögtön rátalált. Pedig nem egyszerű a figura. Tehát, hogy... Én úgy voltam vele, mint az összes többi ilyen hangcasting. Hogy igazából lövésem se volt, hogy mi lesz. Az Orsival, amikor találkoztam, akkor mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sorozat. És igazából az Orsiban annyira megbízom mindig, és annyira pontosan tudja, hogy mit akar, meg annyira ő már látta ezt a sorozatot, tehát tudta, hogy a karakter milyen... miből dolgozik, vagy milyen eszközökkel dolgozik. És valahogy én meg a szinkronizálásban lehet mondani, én azt szeretem a legjobban, amikor ezeket a pici jellegzetességeket így fel tudja fedezni az ember, és aztán abból lesz egy ilyen készlet, amiből majd kialakul a teljes, a figurának a miensége. És én csak mentem az Orsi instrukciói után. És hogyha azt igyekeztem megcsinálni, és az nekem ilyen az emlékem erről a... Egyébként azt hiszem, hogy a legelső évad legelső részéből voltak jelenetek mindenkinek. Igen. De valószínű, hogy a professzornak egy olyan jelenet lehetett, tényleg nem emlékszem, ahol szerintem benne volt, ahogy így. Hogy is tolja föl a szemüveget, valahogy ilyen, tehát nem így, nem, tehát van egy ilyen jellegzetes mozdulata. És azt hiszem, hogy, de már szerintem a Balú volt az első javaslatom, és ők is elfogadták, tehát hogy így egyet értettünk. Nem, mármint hogy a Netflix-től, tehát nem emlékszem, nem volt olyan, hogy új hangot kértek volna valakire. A Hallós figurája, az mondjuk szenzációs a Tamájó, a színész is, meg a figura is, meg minden. Igen. Mennyire hálás feladat? Hálásnak érezted ezt a feladatot? Hát mindenképpen annak éreztem. Persze volt egy teher is ebben, hiszen a harmadik évadba kerül elő Tamájó ezredes, amikor már baromi népszerű volt a sorozat. Igen. Magyarországon is, külföldön is. Odaálltam először a mikrofon elé, mikor nem tudom, a harmadik évad kezdődött. Akkor mondta az Orsi, láttad egyébként? Nem tudom, csak tudom, hogy baromi népszerű. Állom a kockát, nem láttam az egészből. Szerintem azért pótolt be. De nagyon élveztem a Hapsit nézni, hát szakadtunk a röhögéstől rendre, hogy milyen fejeket vág az ipse. Az a fazot. Fernando Caio-nak hívják, ha jól emlékszem a nevére. Igen, hihetetlen sokat röhögtünk, ahogy űrül meg folyamatosan a képernyőn a Hapsát, nagy élvezet volt. Nagyon finom eszközökkel az őrül. A Tamájónál ott már, ugye akkor már fő, tehát hogy már láttam,
ott nem volt, arra nem kértek hangmintát, és ott nem egy kérdés. Pillanatig nem gondolkodtam, hogy a Zoli megkérdezt, hogy miért. Ezt nem tudom. Néha van ilyen, hogy valaki beugrik, és akkor arról így meg vagyok győződve, anélkül, hogy lennének különösebben érveim, hogy akkor ez ő lesz. Több idő van egy ilyen kaliberű sorozat szinkronizálására, mint a többire? Vagy később derül ki, hogy több idő kell rá esetleg? Vagy egyszerűen csak van egy idő, és ahhoz tartani kell magatokat, és kész? Nagyjából én azért kértem több időt, mert azt gondoltam, hogy ezzel érdemes szöszölni. Volt, akinél, tehát például a demencia, hogy hívják a szerb? Marseille? Nem a Marseille, ő a horvát, Helsinki, hanem a Helsinki. Helsinki. Hogy a Helsinki, ugye ő egy szerb színész, aki nyilván sokszor improvizált is, és ugye amit megkaptunk, dialóglistát, amit megkapott a fordító, ott nagyon viccesen egyébként a spanyol dialóglistában így oda volt írva zárójelben, hogy oroszul beszél. Szegény, még csak nem is oroszul beszél, de mindegy, tehát ott például tudtam, hogy ott az lesz a feladat, hogy nyilván nem véletlenül, amúgy a Törköly Levente szerintem abszolút passzol rá, tehát minden szinten így habitusba. Neked kellett egy ember, aki beszél szerbül, igen, mert hogy le kellett hallgatnia, amikor a színész szerbül beszél, és arra idő kell lehallgatni. Tehát, hogy... És megoldotta, megcsinálta. Persze. Én szeretném megemlíteni a stábot, hiszen a hangmérnöke Csomár Zoltán volt, a gyártásvezetője pedig Kablai Luca, Gelencsér Adrián, és a dokumentumfilm részének ugye az így készültnek, pedig Mohácsi Nóra. A doktor Mohácsi Nóra. Aki ezt is csinálta. Szóval, hogy ebből készült egy dokumentumfilm is. Mit tudtatok meg többet a dokumentumfilm alapján a szereplőkről? Főleg, hogy utána készült el. Ráadásul, igen. Ti azt láttátok, Zoli? Igen, mert a... Hát ugye azt a hangolámondás szerűen megcsináltuk azt is. Igen. Hát itt igazából nem a figuráról derült ki több vagy még valami, hanem a színész, hogy legalább annyira divis, mint jó, amit játszik. Szóval, az zseniális volt, arra emlékszel, hogy így föltették azt a kérdést, ha jól emlékszem, hogy de hogy készül föl arra, hogy ez az ember állandóan föl van pörögve, és állandóan ilyen hisztérikus állapotban van, igen. És akkor elmondta, hogy milyen zenéket hallgat, igen, amitől így... És a zenékhez köti az indulati szintet, és amikor megy sorra a forgatás, akkor csak a zenére gondol, ami ehhez van kötve, és már 110 fokon van a hangsúly. Hát azért ehhez kell egy diló. Azt azért elmondom, hogy 2021 legjobb szinkronos sorozata lett. Gratulálunk. Úgyhogy gratulálunk mindannyiatoknak. És a forgatás, milyen volt a hangulat? Igen? Mert ez jó. Na most kérjük a képeket. Figyelj, az nagyon jó, hogy iszonyú ritka az olyan film vagy sorozat, amit én nem is emlékszem, hogy lett volna olyan színész, aki ne lett volna odaérte. Az is, aki már látta, és az is, aki még nem látta, csak belecsöppent. Tehát, hogy most tényleg ez ilyen, volt a Zelek Ferinek 3 tekercse, de tényleg nem volt ennél több szerintem, a X évad, X-edik részében egy ilyen kicsi, gyagya, elképesztően cuki figura, aki leleplezi a professzor, de iszonyú édes volt. És hát semmi, ez nem egy nagy szerep, és annyira élvezte a Ferkó. És azt hiszem, hogy talán ő se látta, és akkor rögtön kérdezte, hogy ez mi, meg milyen jó figurát, meg. Tehát, hogy tényleg annyira működik az egész, hogy nem, én nem emlékszem, hogy lett volna olyan ember, akit így ne kapott volna el. Ez ritka egyébként szerintem, mert ugye csináljuk a sorozatokat, meg nem tudom, de ritka, hogy, és az is ritka, hogy, ennek, hogy nem csak a nagy pénzrablás lett felkapva, akár külföldön, akár itt, hanem a szinkronja is. Igen. Tehát tudtak az emberek a szinkronjáról, tudták, hogy kik a hangok. Utána néztem, nem a levegőbe beszélek. És ez tök jó. Hát készült például a Tokió hangja, a Dobó Enikő csinált a párjával egy mixet. Szóval, hogy a iskolában a gyerekek a szallagavatón ilyesmit táncoltak. Jaj, szóval, hogy az egésznek, és a magyar hangok is abszolút. Szóval ez szerintem nagyon ritka dolog. Ti is ilyen ritkaságnak éltétek meg? Akik szinkronizáltak, amúgy sokat, sok sorozatban, sok filmet. Hát alapvetően az nagyon jó volt, hogy ami ennek a sorozatnak is a titka, hogy
hogy ezen a történeten keresztül egy csomó minden másról is szól, és hogy valahogy sikerült megtalálni azokat az arányokat, amit ezek az akciók, akciódús részek és a sorozatnak a lelke valahogy így kiegészült, vagy így tehát nem lett soha szerintem érzelgős, és nem lett egy ilyen nagy dirdur csihipuhi. Majdnem elment. Igen, volt a 4.-5. évadban. Számomra pont időben húzták meg a határt. Tehát, hogy pont. Szerintem az benne a zseniális, hogy ez egy olyan mese, amire szerintem nagyon sokan vágyunk. Nem véletlenül hangzik el sokszor ez a Robin Hoodos történet, hogy bárhol élsz, tulajdonképpen szinte teljesen mindegy, hogy demokráciában, vagy demokráciának nevezett diktatúrában, vagy diktatúrában, azt mindenhol érzik az emberek, hogy a hatalom meg a pénz az iszonyatosan kicsivé teszi őket, és nincs ráhatásuk a dolgokra. És egy olyan mese, ami arról szól, hogy kis senkik, főleg a társadalmon ilyen kívülreket emberek, kibabrálnak hatalommal, ésszel, meg különböző képességekkel. Erre szerintem mindenki rettenetesen vágyik egy ilyen mesére, és tudod, hogy mese, de közben meg a karakterek, meg a viszonyaik, meg a konfliktusaik, azok meg tök valósak. Igen, valószínűleg ez a titka. Szóval, hogy és szerintem elképesztő jó a casting. Tehát annyira, és főleg az, hogy tele van emberarcú emberekkel, akik közben szerintem mind nagyon szépek, meg érdekesek. Szerintem tök jó humora is van a sorozatnak. Abszolút. Tehát, hogy az például rendszeres volt, hogy mindig az jött elő, hogy kinek ki a kedvenc figurája. És akkor ez így lehetett vitatkozni, hogy hát most miért. Barátaim, nemzetközi vizekre értünk. Sikerült meglépnünk, de most jön a nehezebb rész. Az életben maradás. Erre, gyorsan! Földre! A nevem Tokió. A futáromat keresem. Tokió kisasszony, és te hozta Tájföldön. Szabadítsuk Kiriót. Össze kell hívnunk a bandát. Hogy szabadítjuk Kiriót? Lármát csapunk. Ezúttal magát a rendszert fogjuk megtámadni. Mi vagyunk az ellenállás. Felvállaljuk az arcunkat. Pozícióba! Óriási zűr lesz, nem? Még sosem volt ekkora. Andrés? Orsiról szeretnék egy történetet megosztani a nézőkkel. Nem Orsiról hozzám kapcsolódik, de az Orsi benne van. A kislányommal megnéztük a Muzsika hangja című filmet, ami... Mikor készült ez a film? Nagyon régen. 1900. A szinkronja nem olyan régen. Ötvenes évek. Pontosan. És kislányom mindenáron meg akarta nézni, mondom, oké. Megnéztük, és a Liza, a nagylány hangja, az Orsi egy volt. És föl is én mai napig szeretem. Igen, nagyon sokan szeretik. És ott az Orsi hány éves volt? Na, eláruljuk? Elárulhatjuk. Nem tudom. Fiatal volt.
15. Valami 14. 15-valamány, igen. Igen, körülbelül a lány is annyi. Tehát erre, az, arra akarok kiukadni, hogy ugyan szinkron rendező, de remek szinkron, nem szinkron rendező, szinkron hang. Hát kedves. Én azért mondtam az elején, hogy ez ritkaság számba megy a mai adás, mert az Orsi erről amúgy nem tudunk semmit, úgyhogy elmesélnéd valamelyest, hogy mit? Színész, rendező, meg filmrendező, tehát hogy van ez? Tévés hogy is van, vagy. Hogy jött? Hát én gyerekkoromban kezdtem szinkronizálni, ilyen 10 éves koromban. A Fodor Tamásnál, aki szerintem egy zseniális színész, meg színházi rendező, és akkor még szinkronrendezőként dolgozott. Pannoniában, igaz? A Pannoniában. És akkor kezdtem szinkronizálni, aztán fölvettek a főiskolára a tévérendező szakra, de a szinkronizálás az közben megmaradt, akkor tévéztem itt-ott, amott sok helyen, akkor ezt egyre inkább éreztem, hogy én ezt nem szeretem. A tévés műfaj az valahogy nekem nem. És nagyjából akkor kezdett el a Ma Film Audio működni, ahol én dolgoztam színészként is, és akkor így ilyen két oldalról kerestek embert, és akkor a Dezsőfi Rajsz Kati, meg akkor még volt valami köze az Intercomhoz, uh-huh. Ott is volt valaki, aki ajánlott. És akkor így kezdtem el szinkron rendezni, hogy végül is gyerekkorom óta szinkronizálok, rendezést tanultam, akkor ez így előbb-utóbb nyilván így valami. Nem így ki az ember? Nem, nincs elege ebből a... De még a Lizán kívül a házi buliban te voltál a Penelope. Én azt nagyon szerettem. Legjobb karakter. És az ellen mit tudsz tenni? Jó, jön egy ilyen sorozat, és akkor az ember a hanyat vágja magát, és azt mondja, hogy megint kedves, mert egy időre, ezek töltenek? Szerintem ennyi, igen. Mm-hmm. Meg próbálkozom, azt nem állítom, hogy nagy sikerrel másfelé is rendezel. Igen, azt is. Szóval, hogy így... Na, mondjuk azt, hogy próbálkozom, na, most már ne beszéljünk róla. Igen, nem találunk rólad sehol anyagot. Tehát, hogy nem nagyon adtál interjút. Nem kérdeztek. Hogy az érted, tehát, hogy... Most próbálkozom. Ja, hogy kellett volna egy ilyen Wikipédia, hogy csinálom. Jó, hát ezt bevallom, hogy ezzel... És az amiatt van, hogy már kevesebbet szinkronizálsz, hogy a rendezés elvitte az időt, vagy ez egy saját egyéni döntésed volt? Nem, el is vitte az időt, meg tehát tényleg sokszor volt olyan, hogy nem tudtam elvállalni valami. Szerintem egy kicsit azért benne van, ez nem mindenkinél, de lehet, hogy van olyan, akinek kellemetlenebb, hogyha olyan kollégával dolgozik színészként, aki rendezi is, igen. Igazából az van, hogy megmaradt egy-két figura, leginkább akit a Vészhelyzetben csináltam, a Móra Tierney. És őt nagyon szeretem, mert szerintem azt még a Dezsőfi Rajsz Kati osztotta rám a Vészhelyzetben. Tökéletesen. És ott az szerintem valahogy nagyon eltalálta, igen. Én nagyon-nagyon bírom azt a nőt. A Viszonyban is te voltál. Tehát másik filmben is csináltam. Igen, másik filmben is, a másik sorozatban is, igen. Tényleg rendezőként, mondjuk beszéljünk a Viszonyról. Te bementél, tudtad ki ez a színésznő, ez a csaj, nagyon jól tudod, hogy minden mozdulatát ismered. Nem, azért az jó volt ott a Viszonyban, mert a Vészhelyzetben már egy kicsit untam a végén, szerintem ő is unta saját magát. És itt azért egész más figurát csinál, meg sokkal komplexebb. Tehát azért ott voltak új dolgai. Uh-huh. És te rendezőként, ráadásul Szaszájval, ti egy stúdióban is dolgoztak, tehát napi viszonyban vagytok. Viszonyban. Te bementél, és hogy fogsz hozzá egy ilyen munkához? Hogy a rendező fejedet? Figyelj, láttam, amikor elkezdtük, akkor én abból a sorozatból már láttam két vagy három évadot, ami fönn volt, és nagyon tetszett. Tehát főleg az alapötlet nagyon tetszett, úgyhogy olyan nagyon nem kellett erről beszélni, mert és tudta is azt, hogy én ezt láttam. Rád bízhattam figurát. Na jó, most bekérjük. Igen, beszéljünk. Igen, Balázs. Balázs. Reggel mindig utánatok szoktam nézni mélyebben, és mondom, hát megnézem, hogy miket szinkronizált.
Én bevallom, egy olyan 4-5 éve szoktam veled napi szinten találkozni a szinkronba, ez lehet, hogy inkább miattam, hogy szóval a Balázsod, de minden. És mondom, jó, hát biztos nem lesz olyan sok. De, mit jelent ez színészként? Neked fontos a szinkron? Nagyon. Nagyon régóta szinkronizálsz, azt kell, hogy mondjam. Igen, én is gyerekkorom óta. Én pedig a rádióban voltam, a rádió gyerekszínés stúdiójában kezdtem ezt a pályát. És akkor kerültem én is a Pannoniába. És akkor, sőt, egyébként érdekes, hogy amikor a Pannonia megszűnt, akkor én pont fönn voltam és dolgoztam. Amikor azt mondták, hogy most vége, mindenki kifelé. Jöttek a kommandósok, éppen valami sorozatban voltunk benne. Ez komoly, azt hittem, mit szersz? Komolyan. Jézusom. Kommandósok? Igen, hát ilyen, nem, lehet, hogy nem rendészek kommandósok, de ilyen, mit tudom én, ilyen biztonsági felfegyverzetet, fegyverrel jöttek. És akkor ellátták a Pannonia összes bejáratát, kijáratát. A stúdiókban megállt a munka, így ment így emlékszem, hogy így mentek így egy stúdióról stúdióra, hogy ebből a pillanatban megszűnt a munkahely. Aztán. És mit mondtak, hogy fáradjanak ki, vagy igen, hogy takarodjanak? Igen, hogy mindenki szedje össze a személyes cuccát, és menjen. Adja el az épületet, hát én mert, nem is hallottam. Nem? Én hallottam. Én nem. Pont akkor ott voltam. És hát így tényleg a sápad döbbenet tényleg az arcokon mindenki. Ez egy nagyon durva volt. És aztán utána úgy kellett átmenni, hogy mindenkit átvilágítottak, megnézték a... Csak a mikrofonodat... Ja. Ez egy ilyen finoman megmutattuk most a professzor. Szép. Igen. Szóval az egy érdekes történet volt. Igen. Rendszerváltozás után egy ilyen hirtelen az új idők arca. És te örömmel, mert ugye te azért foglalkoztatott színművészünk vagy. Igen. Én Tatabányán vagyok a Jászai Mari Színházban. Igen. És hát igen, nekem sokszor, tehát így sokszor találkozom olyannal, aki azt mondja, hogy nem is tudtam, hogy azt abban a filmben is te voltál, vagy ebben. Vagy, tehát, hogy nem feltétlenül ismerik meg a hangomat. Ez nem tudom, miért van, de én azt gondolom, hogy ez, vagy én ezt dicséretnek gondolom, mert a szinkronizálásban, én, mint az előbb is már mondtam, én azt élvezem, hogyha az a színész, aki azt a szerepet eljátsza, az azzá tudok válni tényleg. Akkor nagyon, ha ezeket a pici dolgokat, például emlékszem, az is az Orsolyhoz kapcsolódik, hogy együtt csináltuk a Fight Club-ot. És én nekem az egyik első ilyen komoly főszerepem az volt, és egyébként akkor én olyan biztonságban éreztem magam, pedig akkor is mondta az Orsi, hogy ez egy nagyon jó film lesz, és hogy az Edward Norton, ja, én meg azt a filmet például, ha most erről beszélünk, én azt moziban láttam ugyanúgy, ahogy az Orsi már előtte látta ezt a sorozatot. De ezt elárulhatom? Mondd, mit? Vagy erről beszéltünk azóta, nem tudom mikor volt ez, hogy a Balú lányának az anyukája, akivel ismertük egymást, ők ezt már látták moziba, és valahol találkoztunk, színházba, bulin, nem tudom hol, és ezt ő nekem elárulta, hogy a Balú teljesen oda van ezért a filmért, és hát akkor, mint ilyen jó partner, tudod így, ezt így próbálta nekem így, de nagyon helyesen. Tehát, de ez előtte volt. Igen. De erről nem tudtál azóta se? Nem. Na most kész. Én azt hittem, hogy így elgondoltam. Nem gondol... Tudod, miért nem gondoltam senkire? Mert akkor még azt se tudtam, hogy én csinálom azt a filmet. Tehát nem volt kire gondolnom. Tehát... Na jó, hát... Onnantól meg már... De ez szerintem ez tök mindegy, hogy honnan jön a... Persze. Tehát, hogy ez nem, pozitív, negatív, vagy senkinek sem az érdeme, mert néha annyira véletlen dolgokból kaptam be az, hogy ki legyen. Hát nekem óriási élmény volt az.
És szerintem hozzáteszem, hogy működött. Tehát... És az ilyen típusú színészeket szeretem legjobban, akik, tehát hogy mondjam, akik nem ilyen, tehát akik képesek ilyen átalakulásokra. Azokat. Tehát, hogy például nagyon szeretem a James Franco-t, az is az Orsihoz kötődik szerintem az első pár. Ananász Express, vagy nem is? Hát például. Volt az, azt imádtam. Ez nagyon vicces film. Szerintem az a fasz is egy ilyen hatalmas átváltozó művész, és szerintem mindegyik filmjében más hangon beszél például. Igen. Sőt, nekem volt olyan film, amit elkezdtem nézni, és így tudod, ez ki? Olyan ismerős ez a csávó. És akkor így kikerestem, meg, ja, hogy ez a James Franco. Tehát, hogy így egy tök más arca volt. Elképesztő. Szóval, hogy ezeket szeretem, és szerencsére a színházban is mostanában így sikerül kibontakozni sokféle feladatban. Nagyon sokféle szerepet játszhatok el, és ez nagyon, hát ez érdekel leginkább. Hát tehát ez nagyon színész álma igazából. Igen, csak hogy nem egy típus, igen. Aha. Hanem hogy rengetegféle. Mm. És nagyon érdekel például, hogy a professzorunk, az Álvaro Morte, ő milyen egy teljesen másik típusú filmben, ez nagyon érdekel. Még nem találkoztál vele máshol? Nem. Fogjuk látni, alig, ha nem. És Zoli? Reméljük. Zoli pedig te a Bárcsínház. Most a Budapest Bárcsínházban dolgozom, igen. Előtte, hát talán nem illetlenség elárulni, kb. 25 évvel ezelőtt találkoztunk Orsival, akkor a stúdiókában voltam, és ott gondolta, hogy akkor megpróbálhatnánk ezt. Neked is nagyon. Úgyhogy én siheder vagyok a szakmában hozzátok. Hát, azért én ott azért láttam dolgokat. Igen. De adatlapodon is szinkronilag már. Hát azért a 25 év az nem kevés, persze, hát igen. Igen. És számodra színészileg mit jelent a szinkronizálás? Tehát, hogy kedvelmész-e, vagy gyárilag? Szerintem ez része a szakmának. Ez része a szakmának, fölösleges szerintem olyan különbséget tenni, hogy jaj, hogy én az a színész vagyok, aki nem megyek szinkronba, mert az ciki, az egy gyár, az egy ipar. Nem, nekünk ez dolgunk, hogyha már ez a foglalkozásunk, és miért is ne. Plusz egyébként milyen jó, ugye társulatban dolgozunk, milyen jó, hogy más emberekkel is találkozom, nem mindig ugyanazokkal, akikkel színpadra lépek egyik hétről a másikra. Más rendezővel, más ingereket kapok. Teljesen máshon, más kultúrából jönnek ötletek a filmeken keresztül. Ezek fontosak. Használod a színészi munkádban esetleg? Ezeket a benyomásokat? Tehát, hogy mit tudom én, egy lengyel filmből, hogy egy lengyel színész hogy old meg valamit. Ez milyen érdez? Most jutott eszembe. Mi is volt az, hogy lengyel film, volt egy lengyel film. Volt egy lengyel film, amiben egy német akcentussal beszélő angol hapsit kellett csinálni. Hát ahhoz azért föl kellett érdedni időben. Nem, igazából ezek szórakoztatnak. Tehát ez fontos. Fontos. Sokszor tömegezel is velünk, ezt azért tegyük hozzá, hogy te olyanokat, tehát azt is vállalsz simán. Igen. Bár gondoltam már időnként, hogy megajándékozom magam szülinapomra, vagy most már azt nem. Mert ugye a Covid most amúgy is másképp intézi ezeket a dolgokat. Nem olyan nagy baj az, mert ott is találkozom másokkal. Egyébként most itt baromi jó hangulat van, meg itt vagyunk többen, de azért közben ez egy magányos dolog is ám ott állni a mikrofonnal szembe. Még akkor is, hogyha az üvegfalon túl ott vannak a barátaim. Most már főleg, amikor a Covid miatt aztán már mindent egyedül csinálunk. Igen. Tehát azért ebben van egy ti ilyesmi. Dolgoztatok úgy, Zoli és Balázs, jól van, Nóra, hogy partnerrel a mikrofon előtt? Valahol is? Ó, hát... Az utóbbi, tudom én... Nagyon sokáig úgy dolgoztunk, nem? Hát, jó, szerintem három éve van, vagy két éve, hogy így le van. Meg korábban ugye a mozifilmeknél volt az követelmény, hogy egy szereplő külön hangsávra. Igen. Tehát a mozifilmeknél ott már, nem tudom, évtizedek óta, de vagy hát, nem tudom mióta ott és már... És a színészileg hiányzik nektek a partner? Hát szerintem nagyon sokat hozzátett. Tehát például az említett Ananász Express-t, amikor csináltuk hát az Angerral, hát szerintem
Olyan, sőt, ott szerintem abszolút egymásból is építkeztünk, igen, amellett, hogy... Igen, és szerintem ott voltatok úgy is, hogy ketten-hárman együtt. Tehát, hát ez kifejezett törekvés volt a gyártás részéről, akiket lehet és fontos, hogy együtt legyenek, legyen, tartalmi okokból azok egy gyártásra egyszerre legyenek ott. Hát ez most is egyébként, amíg már most már egyedül vagyunk a mikrofon előtt, nagyon nem mindegy, hogy a partner föl van-e véve, hogy hallom, hogy mit kap tőle. Az a figura, amit nekem kell megcsinálni. Ha meg tök üres még, az, hát az egy hidegebb dolog. Akkor neki és áll. Vagy szoktatok, vagy én legalábbis én szoktam így összehasonlítani, hogy a színpadon ugye egy próba folyamat, ott van rá időtök, azért általában el tudtok mélyedni a karakterbe, vagy hogy milyen ember elvele. A szinkronban erre nulla idő van. Igen. Ez okoz nehézséget? Tehát, hogy ez... Biztos, hogy van, akinek okoz. De meg kell csinálni, mert olyan nincs, hogy nem csinálod meg. Én azt érzem, hogy én viszonylag gyorsan le tudom venni ezeket. Uh-huh. De ismerek olyat elképesztően tehetséges, nagyszerű színészeket, akiknek ez a része, ez nem annyira... Ez nehézséget okoz, Zoli? Uh-huh. Hát igen, ez tanulható is. Tehát, hogy mire érdemes figyelni, amitől legközel leszel ahhoz az apsihoz, aki a képernyőn van. De talán válasz erre, hogy én az Orsiban azt nagyon szeretem, hogy arra áldoz időt meg energiát, hogyha mondjuk nekiállunk egy ilyennek, elindult a Tamayo ezredes először már szinte a feje szétrobban, úgy került először képre, és elkezdtük csinálni, de hát nem tudtam, ki ez az Ipse, hát mit fog csinálni, milyen a színész, hát fogalmam nem volt. És akkor az aznapi adagot megcsináltuk, volt az egy vagy két óra hossza, ami épp aznapra, és akkor azt mondta, hogy jó, most visszamegyünk az elejére, és az első néhány tekercset megcsináljuk újra, mert már megvan a hapsi, már beljebb vagy, és az nagyon jó, hogy ezt megengedhetjük időnként magunknak. Uh-huh. Papírgyűrögetősök vagytok? Vagy nincs már annyira papír? Tehát rugdosós, hisztizős, vagy belül intézitek ezt? Vakinál, idő van, mit tudom, én nem találom, nem tudom csinálni. Ja, szerintem nem vagyok hisztis. Krónikus ilyen bocsánat kérlek vagyok, tehát így állandóan bocsánat. Ha, üdv a klubomba. Meg én azt vettem észre, hogy a Balú egy csomószor ilyen szétszórt szoktál lenni. Tehát, hogy amiben nyilván megvannak az okai, hogy honnan rohan éppen hová, meg nem tudom, de hogy nekem az első olyan volt, ahol az volt, hogy így szét vagy esve, és akkor vegyük még egyszer. Gyakorlatilag én arra emlékszem, hogy elkezdtük csinálni, és a professzornál, tehát az volt az első olyan munkánk, ahol így azt éreztem, hogy egy próba, egy felvétel. És így, jó, nyilván voltak időszakok, amikor így nem így ment, de hogy így azt láttam, hogy nem tudom, hogy miért, hogy valahogy erre nagyon rátaláltál, hogy az a szokásos ilyen szétszórtság, hogy elhagyod a hátizsákod, meg ilyenek, hogy így se tudja, hogy mi merre van, az ott így eltűnt, de nem tudom mitől. Tehát lehet, hogy egy olyan korszaka volt az életednek, vagy hogy van hozzá köze a figurának, vagy a filmnek, ezt én nem tudom, csak ezt tapasztaltam. A figura is egy kicsit ilyen, nem? Ilyen kis, ilyen holdbér, ilyen holdoljáró, vannak olyan... Hát nyilván. De viszont ilyen, azért tőkemény közben. Hát közben, de hát közben meg egy közben ilyen nagyon precíz. Elképesztően. Zoli, te ilyen gyürögetős vagy? Hisztis. Én káromkodós vagyok. Káromkodsz? Én röhögök és káromkodok. Általában ezzel oldom meg ezeket a rossz pillanatokat. Igen. Az szokott dilemmát okozni, hogy amikor úgy, hát az Orsinak vannak bevált szófordulatai azokra a különböző árnyalatokra, hogy abban a pillanatban éppen mennyire tetszik neki, amit csinálsz. Abban a tekercben. És akkor pontosan tudom, hoppá, négyes alá. Nem ezt mondja, de hogy ezt jelenti. Igen. Ez igaz egyébként. És mondom, akkor találja ki gyorsan valamit, hogy ott valamit félrehallottam, hogy visszamehessünk arra, hogy akkor hát, ha ötös lesz. És akkor néha próbálkozom, de idő van, csinálni kell, persze, hát nem mindig lehet. És Orsi, te? Te hiszt is vagy? Fel tud érzelmileg spanolni egy ilyen, úgyhogy ott hagyod a...
Nem, most már nem, már én is sokat tanultam. Tehát én nem vagyok színész, de attól is valószínű, hogy a másik oldalon ültem sokat, hogyha már most arra gondoltok, hogyha én állok a mikrofonnál? Igen. Most már nem, de még fiatalabb koromban, főleg olyanoknál, akik így szeretik nyüstölni a színészeket, Vajda Istvánnál ott emlékszem, hogy ott sokszor sikerült neki elérni, hogy síró görcsön volt. Mondjuk azt is sikerült elérni, hogy nem adtam föl, ez is igaz, tehát lehet, hogy valahol jó volt a módszer, bár én ennek nem vagyok híve, tehát hogy... Azt akartam kérdezni, hogy te hogyan reagálsz? Tehát hogyha mondjuk neked nincs semmi bajod a mikrofon előtt álló színésszel, de neki baja van magával. Magadba keresed a hibát, hogy segítesz neki? Vagy volt már olyan, hogy azt mondtad, hogy jó van, menjél már ki, azt majd holnap? Volt már olyan is, gyereknél például emlékszem, hogy volt olyan, hogy annyira akarta, és olyan megfelelési kényszere volt, hogy tényleg az volt, hogy na, akkor tartsunk egy szünetet, és menjünk le a büfébe, mit kérsz. De szerintem, nem tudom, ez tényleg attól függ, hogy kivel milyen viszonyban vagy, és mennyire ismered a másikat. Tehát nem azt mondom, hogy ez ösztönös, csak igazából nem is mindig tudatos, ahogy lereagálod, de tényleg függ. És biztos, hogy van olyan is, akivel én nem tudok kommunikálni. És azt tudod rendezni ettől függetlenül, hogy a kémia nincs meg? Volt már olyan, hogy valaki nagy délre durral megsértődött rám, és akkor én is egy kicsit megkönnyebbültem, hogy akkor tök jó, hogy megsértődött, mert akkor én nem kell többet együtt dolgozni, mert nem ment. Tehát, hogy én ugyan nyilván nem szerettem volna, tehát senki nem szereti ezeket a nagy sértődéseket, meg drámai jeleneteket, meg Öri Hari, meg nem tudom. De hogy így, nem tudom, ez így nagyon emberfüggő. Szoktam bohóckodni is. Tényleg szerintem attól függ, hogy kivel milyen viszonyban milyen vagy, és mennyire beszéltek egy nyelvet. Viszont ez a nagy pénzrablás, ez elég jó hangulatú forgatás volt szerintem, és ezt itt a végeredménye is, az utolsó forgatási nap. Ugye, vagy ezt kitalálta ki? Mi ez? Hogy van ez? Ez ott volt a... Nézzél, szövegtartón. Ezt tudjátok, mi egyébként? A márkagyta ott. Ez a kéztörlő, ugye benn vannak a stúdióban a fertőtlenítőszerek, meg minden, és ez nem, ugye nem, volt azért egy kinyomtatott lista, hogyha valaki papírból akar dolgozni, de ez az utolsó évad utolsó etapjánál a Márk, az ember Márk kezdte. És akkor én. Jó érzékel én írtam egy rá, még két ezért, szólt, igen. És akkor tehát, ott hagytam, és aztán utána így... Már, de eléggé lakonikusan. És akkor mindenki, aki... Hát nem mindenki, mert nem mindenki jött aztán a Márk után, de azt úgy ott hagytuk. Ez nagyon aranyos. És akkor mindenki üzent a többieknek, és akkor mi a Csomár Zolival, és ezt a Csomár Zoli fotózta le. Azért ritka, hogy így kialakul. Jó, szóval igen, és ezért is fotóztuk le, mert azért ez nem gyakori. Nem. Igen. Még akkor se, hogyha egy 10 évados sorozatot csinálsz. És ez minek köszönhető? Magának a te választott, te gyűjtötted magad köré ezeket az embereket, akikkel ilyen jó hangulatban lehetett dolgozni, és a film is jó volt, ez a kettő összejön, és abból lesz egy ilyen végkifejlet, vajon? Mert azért te nagyon válogatós vagy, én tudom rólad, hogy a filmek terén nagyon sok kevés filmet szeretsz, és tetszik igazán. Hogyha egy olyan filmet kell megrendezni, amit belül azt érzed, hogy ezt minek, hallottuk is tőle többször, hogy ahhoz is tudsz így állni? Nyilván nem így állok hozzá. Tehát más azt az, amikor képes csinálni. Vagy valamiért lelkesedni, és az tényleg ilyen szerelem, és az nyilván át annak tud ez lenni az a végeredménye. Hát igen, ez, de magán a munkán igen. Nem hallatszik. Tehát egy szarfilmet is megcsinálsz, úgyhogy hát az a dolgunk, hogy azt amennyire lehet reprodukáljuk. Tehát, hogy attól még, hogy látja az ember valaminek a hibáit, most már egyre inkább, ahogy öregszem, próbálom megtalálni benne a pozitívumokat. Beleszeretni egy olyanba, amiről én azt gondolom, hogy az szakmailag
nem ér el egy szintet, vagy nem tudom, abban nem fogok tudni. Tehát ugyanúgy fogom látni a hibáit, csak maximum meg lehet keresni, hogy mit szeretek benne, meg azért nyilván az se rossz, amikor olyan embereket próbálsz választani, akikkel együtt dolgozol, akikkel szeretsz együtt dolgozni. Milyen jó csillagálás, mondjuk, ami tehetséges. De nem, tényleg minden összejött, hogy van egy iszonyatosan szerethető, tök jól működő sorozat, azokra sikerült kiválasztani még a Netflix részéről is olyan embereket, akik szerintem barom jól működnek ezekre a figurákra, és még szeretem is őket, és mindenki szerette a sorozatot, nem? Tehát, hogy... Hát azért ez szóval kell, hogy egy minőségi alapanyag legyen, tehát a munkadarab azért legyen minőség. Az így van, igen. Szóval az nem elég, hogy vicceskedünk meg, röhögcsélünk a stúdióban, és hű de jó a hangulat, tehát hogy... kell egy... Persze, meg is kell hozzá, hogy az összes résztvevője valahogy hasonlóan viszonyuljon ehhez a munkához. Szerintem így igazából mégiscsak alkotótársai voltunk ennek az egész dolognak, és szerintem minket is áthatott az, ami pozitívum, vagy ami erőssége volt ennek a sorozatnak. Uh-huh. És szerintem jó van az emberanyag is hozzá, uh-huh. ami nem elhanyagolható. Hát nagyon szépen köszönjük. Sajnálom, hogy a színházról nem tudtunk beszélni. Ez egy színházas műsor, mert számomra az is nagyon érdekes, de majd egy következő műsor. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. A nézőktől is búcsúzzunk el. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.